A brit televíziózás egyik legkreatívabb arca, Russell T. Davies az Évek alatt című sorozattal ügyesen és bátran csavart egyet az epizódikus formulán, de nem csupán ezért érdemes rámenni erre a disztópikus szériára. Tavaly indult el a Direct One országosan fogható, azonos nevű saját tévécsatornája, melyen számos exkluzív Canal Plus-os sorozattal találkozhatunk, és ezekről idén sem kell lemondanunk, ugyanis a csatorna kínálata 2022-ben is új premierekkel bővül. Június 16-án este 21 óra 30-kor startol el a Direct One kínálatában az Évek alatt című brit széria, amely a nem is olyan távoli és ismeretlen, de annál ijesztőbb jövőbe kalózolja el nézőjét, egészen pontosan Nagy-Britanniába, ahol egy manchesteri család a saját bőrén tapasztalja meg a technológiai, társadalmi és politikai változások évről évre eldurvuló hatásait. A széria egyszerre fest ironikus és valószerű képet az előttünk álló jövőről, és teszi ezt remek színészek, no meg egy bátor és sajátos narratív trükk segítségével. Íme 5 ok arra, hogy miért érdemes rákattanni erre a sorozatra. Az Évek alattban az a legijesztőbb, egyben a leginkább magával ragadó tényező, hogy egy nagyon is elképzelhető jövőképet festelénk. Az a jóslata például, hogy Oroszország lerohanja Ukrajnát, meg is valósult. És ebben közeli rokonságot ápol a kultikus Black Mirror bizonyos epizódjaival, de még a Charlie Booker által kitalált antiutopisztikus széria elsősorban a technológiai vívmányok társadalmi hatásait vizsgálja, addig az Évek alatt egy család szemszögéből mutatja meg az egész világ torzát alakulását, melynek a különböző az embereket elidegenítő kütyük csupán egyik oldalát jelentik. Mint említettük, az Évek alatt bizonyos jóslatai már valóra is váltak, és ennél jobb bizonyíték talán nem is kell arra, hogy a 2019-ben leforgatott széria mennyire jól letapogatja a valóságot, illetve azt, amivé a valóságunk válhat, ha dolgok kisiklanak. A Covidnak köszönhetően azt már a saját bőrünkön megtapasztaltuk, hogyan hathat a világ minden területére egy globális esemény, melynek forrása egy parányi incidens, és az Évek alatt ilyen incidensek, például egy élő műsorban tett meggondolatlan kijelentés sorozatának dominószerű hatásait mutat. Be, de úgy, hogy minden egyes megdöntött elem nagyobb az előzőnél, míg végül aztán komplett rendszerek dőlnek romba. Habár az is elég bevállalós döntés, hogy egy család szemszögéből mutat be globális eseményeket, az Évek alatt talán legnagyobb ambíciója szerkezeti felépítésével rejlik. A 6 részes sorozat epizódjai között ugyanis egy-egy év telik el. Egészen pontosan a pilotban van egy 5 éves ugrás, és onnantól kezdve minden egyes rész egy új év eseményeit mutatja be, kivéve az utolsó epizódot, ami aztán megint ugrik 5 évet az időben. Ezzel az alkotók nem csupán a világ történéseinek következményeit tudják jól leképezni, de azt is, hogy ezeknek köszönhetően hogy változik. Hoznak meg gyökeresen az emberek mindennapjai, ahogy a cím is sugallja, évről évre. Az Évek alatt értelmi szerzője az a Russell T. Davies, aki a brit televíziózás egyik legtermékenyebb írójaként olyan szókimondó szériák mögött áll, mint az eredeti Queer as Folk, vagy a tavaly nagy hullámokat keltő Ez bűn. Ő találta ki a Torchwood című 4 évadot is megért sci-fi szériát, de neki köszönhetjük a Ki vagy Doki újabb felvirágzását is, melynek útját 2005 óta egyengeti nem kevesebb, mint 32 epizód megírásával. Saját bevallása szerint már 2 évtizede próbálta tető alá hozni azt a nagyívű sci-fi drámát, amely egy család 15 évét mutatja be bizonytalan politikai és gazdasági helyzetben, mindenféle technológiai vívmányok közepette. A végeredményt látva Davies minden tapasztalatát és dühét beleírhatta a szériába. Talán nem meglepő, hogy a sorozathoz a brit színjátszás krémjét sikerült megnyerni, miközben az alkotók egyáltalán nem törekedtek arra, hogy sztárokkal pakolják tele a szériát, ezzel némileg elvonva a figyelmet a körbejárt téma fontosságáról. Még a legnagyobb névnek számító Emma Thompson is egy többnyire tévés bejátszásokban feltűnő politikust játszik, aki nem csupán az események egyik katalizátora, de legnagyobb nyertese is egyben, aki egyre magasabbra mászik a ranglétrán, és szélsőséges elveinek köszönhetően mind nagyobb és nagyobb veszélybe sodorja a világot és annak lakóit. Nem lehet ezért eléggé gyűlölni a karakterét. A történések középpontjában álló Lyons család fejét a Bond filmekből és a londoni rémtörténetekből ismert Rory Kinnear játsza, a népes família tagjait pedig többek között olyan színészek testesítik meg, mint Russell Towie, Tinia Miller, Jessica Hines vagy Lydia Best. Habár az Évek alatt lesújtó és sajnos nagyon is hitelesnek tűnő képet fest az emberiség közvetlen jövőjéről, a politikai szélsőségekről, a kisebbségek helyzetéről, a környezetvédelem és a gazdaságválságáról, mindez szórakoztatóan, izgalmasan és szellemesen tálalja, legemlékezetesebb pillanatainak viszont semmi köze a humorhoz, amiben nincs semmi meglepő.
Június 16-tól ti is rákattanhattok majd a Direct One műsorán, vagy akár másnap visszanézhetitek a Direct Now alkalmazásban, amely bárhol, bármikor és bárhonnan elérhető. A sorozat újabb részeire pedig nem kell sokat várni, az utolsó két rész ugyanis már június 23-án látható lesz a Direct One TV csatornán. A csatorna Facebook oldalán június 16-tól pedig egy különleges nyereményjáték is vár titeket az évek alatt sorozat kibeszélő videó kapcsán, úgyhogy mindenképpen látogassatok el oda, és ha szeretnétek előfizetni a Direct One szolgáltatásra, akkor kattintsatok a Direct One weboldalára. A linkeket megtaláljátok a videó leírásában. Hamarosan újra találkozunk, addig is, sziasztok!